Ez az út Mosonmagyaróvárról Kisudvarra vezet. A kis település része a 86-os főútról közelíthető meg egy kavicsos úton, ami sok helyen szinte járhatatlan. Alig járható. Lépten nyomon leér a kocsinak az alja, kátyuk mindenütt. 100-150 méterenként kátyuk vannak, olyanok, hogy alig lehet rajta menni. Hát egy 10 kilométerre vagy fél óráig tart az út Krisztina Berekig. Rettentő az út. Kisudvaron csak nem 20 család él. Azt mondják, a sok traktor meg nehéz gépjármű teljesen tönkretette az utat, ami különösen esős időben okoz nagy problémát. Nem ilyen volt ez az út pár évvel ezelőtt. Ez normálisan le volt kavicsozva. Ilyen időben lehetett nyugodtan menni egész a Rápcáig. Föl lehetett menni. Most erre mondom, Krisztina Berekig borzasztó ez az út. Kerékpárral kész akadálypálya ez, de az autósoknak is sok problémát jelent a közlekedés. Még már volt egy gyömcsukló cserém, mert a kormányművet is tönkretesz ez a gyüdrös-gödrös út. A pocsolyák megállva, se nem gyalulják, semmit nem csinálnak az utta. Nagyon keserves így járkálna az autókkal. Több kár keletkezik az autókba. Jó lenne valamit elkövetnének vele. Cselovszky György, a Mosonmagyaróvári Városfejlesztési Osztály vezetője a Kisalföldnek azt mondta, az önkormányzat lehetőségeihez mérte mindent megtesz az út javításáért, hiszen rendszeresen gréderezés kavicsozza a bekötőt. Sajnos azonban, tette hozzá, nagyon sok mezőgazdasági vállalkozó is használja az utat, a nehéz gépek pedig kitapossák a felületet és rövid időn belül méteres gödrök alakulnak ki. Amennyiben az érintett vállalkozók is hozzájárulnak a költségekhez, akkor az önkormányzattal közösen megoldást találhatnak a problémára, véli az osztályvezető.